Sziasztok, én Csabinyó vagyok, és most a Limbo nevezetű játékot fogom kipróbálni. Én még nem játszottam ezzel a játékkal, nem is ismertem ez a vicc, lehet, hogy ez valakinek még furcsa is. Nekem ma ajánlották, hogy próbáljam ki. Egy kérés volt, hogy legyen mellette facecam és first look játszak vele. Annyit játszottam vele egyébként, hogy kipróbáltam. Tehát beállítottam billentyűzetet, meg ilyen dolgokat. És ezt meg kellett csinálnom, ugye, hogy ne itt bénázzak. Úgyhogy most meglátjuk, hogy milyen ténylegesen a játék. Na, hát először is föl kéne kelni. Ugye én vagyok ezzel a kis világító szemű kisfiúval, aki szerintem a csillagszemű juhász, vagy nem tudom. De aranyos, az tény. Annyit elmentem az előbb próbaképpen, hogy ezt láttam, hogy itt van. De viszont innen már nekem is teljesen új lesz a játék, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz benne. Itt egy ilyen fa rönk, vagy nem is tudom micsoda, gondolom, hogy csak simán le kell sétálni. És lecsúszunk rajta. Ez meg egy ilyen... Ja, hogy... Oké, okay. Hát ezt nem láttam. Illetve láthattam volna, csak nem figyeltem. Na itt akkor szépen ugorjunk át. Meg is van. Tökéletes. Na menjünk tovább. Egyébként baromi jó az atmoszférája ennek a játéknak. Az, hogy az egész ilyen árnyszerű... Nem? És akkor itt hogy ugrik föl? Ah, értem már. Aha, oké, ez megvan. Ez tök jó. Na, akkor gondolom itt meg kell kapaszkodni. És le kéne mászni. Csúszni lehet vajon? Hát azt nem lehet. Úgyhogy akkor mászunk lefelé. Erre a kis... Nem tudom mi ez. Gondolom valahogy meg kéne lengetni. De nem. Lesétálunk és megnézzük, hogy itt mi van. Remélem, hogy itt nincs semmi. Jaj, víz! Úgy látszik, hogy nem tudok úszni. Végre valamilyen olyan platformjáték, ami eltér az átlagtól. Na hát akkor menjünk, ugorjunk itt át. Ez az szépen. És bemegyünk ebbe a barlangba, ami még sötétebb, mint az eddigiek. És itt egy kis hajó. Na akkor csónakázzunk. Baromi jó hangulata van egyébként. Nekem nagyon tetszik ez a játék. Nem lehet sehogy sietetni. Jaj, ne! Nem vagyunk is itt a part most már. Hát azt itt mit kéne csinálni? Gondolom nem a hajóval. Ne! És megint beleugrottam és meghalok. Várjunk csak. Ki kéne húzni a hajót? Igaz? Aha! Jól van. Csak azt nem tudtam, hogy ki lehet húzni a hajót innen, a vízből. Aha. Mászunk fölfele. És átugrunk oda. És felmászunk itt. Baromi jó ez a játék, ez nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Bazd meg! Hát erre nem számítottam, megmondom őszintén. Úgyhogy akkor itt ugrunk egy szép nagyot. Ha csak nem lehet ezeket valahogy aktiválni. A használt billentyűvel. Áhá, el lehet húzni. Gondolom azért kellett elhúzni, mert egyébként meg... szóval amúgy nem lehetne átugrani. Nem tudnék akkor átugrani. Úgyhogy visszahúzzuk. És most. Ez az, mondom én. Ez éppen csak meg volt. Na akkor menjünk tovább. Ez meg mi a tököm? De... Jó. Egyébként mi ez a légy? Ez mi van rá? Ne! Aj! Véletlen volt. Föl kéne oda valahogy ugrani, igaz? Aha, tudom már. Meg kell fogni. Ez az. Úgyni. Ne ugorj bele! Baszd meg! Azaz. Így. Oké, király. Ez meg is volt. Ismét egy luk. Vagy ilyen árok. Én belemegyek, megnézem, mi van benne. Szóval mi jön? Mi az? Az csak kis kavics volt, nem? Jó. Ilyen tiszta Indiana Jones. Tuti jön valami. Annyira nem történik semmi, de mégis.
Itt egy legyes láda, vagy ketrec, vagy mi ez. Itt van mi valami inda, de szerintem... De ez tuti, hogy csak egy dísz, tehát ez tuti, hogy nem a játéknak a része. Vagy de! Föl lehet mászni, lol! És most egy ugrás, és megkapaszkodik. Úgy! Átugrunk. Oké, oda kéne átugrani? Innen vagyok, át tudok oda ugrani? Lesz akkor a lendületem? Aha, lesz. Akkor oda is át tudok, jó? Most az a kérdés, hogy automatikusan megkapaszkodik, vagy nekem kell nyomnom a használt? Mindjárt kipróbáljuk. Automatikusan megkapaszkodik, akkor jól van. Ez ennyivel egyszerűbb. Aha, kidöntöm a fátot, és bele fog esni a vízbe. És akkor most betolom a fát, gondolom. Aha, a vízbe. Ez az! Király! Megint kezd baljósabbá válni a hangulat egyébként, ahogy elnézem. Az ott micsoda? Az is egy csapda. Rám fog esni? Nem, de viszont akkor ott valamit kellene csinálni. Vele, gondolom. Na mindegy, megyünk tovább, ameddig tudunk, aztán majd meglátjuk. Ha kell, akkor visszafordulok. Ja, jó anyád! Az egy pók! Baszd meg! Nem áll, nekem arachnofóbiám van! Nem merek oda menni. Mi lesz, ha oda megyek? Meg ez? Elkap? Ez nagyon parás, komolyan. Aaaa, bakker, ne már! Isten... Baszd meg! Hó! Anyád! Húgsz már innen, te! Aha, leesett a csapda. Na majd mindjárt kicseszek én veled, öcsém. Leharapom a lábadat, te! Na, na, na. Haha! Jó, egy lábnak lőttek. Haha! Megszoptad! Na, 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 na! Na, baszd meg! Én is megszoptam! Kurva életbe! Csapjál le még egyszer! Új, új, új! Oké, ez két láb. Az a Úgy, úgy. Na, és elmegy! Fölmászott a fára! Ha most rám ugrik, én biztos leesek a székről. Nem, akkor majd később találkozok vele. Na, de lassan megyek. Ez mi? Valami ragacsos szutya. De beleragadtam. És jön a pók! Jaj, ne már! Jaj! Bassza meg! Tudtam, hogy vissza fog térni ez a rohadék. Hát de beszorultam, nem tudok mit csinálni. Aj, kiugorni sem tudok semmit. Megeszel, tudom. Aj, ne már. Ez bebugyolál. Csillagszemű hernyó lettem, vagy mi? Ha, ki tudok szabadulni? Ki tudok szabadulni? Ez az... Az az... Ezt nem mondod komolyan? Így megyek tovább? Hát ez elég durva. Azt át kéne ugrani, jó van. Na, csúszunk? Aj, bassza meg! Ott egy kő. Meg kell tolni? Aha. Ezt éppen csak megúsztam. Na jó van, menjünk tovább. Viszont kíváncsi vagyok, hogy a pók... Jaj! Aj! Oké. Na ezt a kőgolyót pedig úgy kell gondolom, hogy el kell tolni. Aha. És ez le fogja előttem az utat takarítani? Nem, jaj, rajta kéne maradni. Jó. Jaj, ne, megijön az a hülye. Menj már innen, te szerencsétlen, most itt fog engem üldözni végig? Ajajaj, ajajaj, át kéne ugrani időben, és most ez az. Ez az, kijöttem a izéből. Kijöttem a hálóból. Jó van, remélem, hogy... Az ott nincs oda, az az ott. Egy emberke, itt ül. Baszd meg, és ott föl van akasztva. Hú-hú-hú. Jó. Milyen szemét. El kéne valahogy... Engednem, azaz. És ha most rálépek vajon, megesze-e, mert elvileg... Aha. Jó van, nem. Mi a titka? De ugrok. De ugorj már! Ahaj. Na majd most. Rosszat nyomtam. Jól belengedjük magunkat ismét, és egy ugrás a sugár, és gó tovább.
Hogy kell átugrani? Jó, csak így, ennyi. Ez szép lesz. De ne, haj! Hát felszúr a tüske. Itt tartottam, és ez az. Jó, és ez a fa rám fog dőlni. Ez biztos, hogy rám fog dőlni. Ah! De... Hát és akkor... Ó, Istenem! Aha, de... Kurva! Mert biztos nem egy ördöngőség. Hát ennyi! Nem kellett volna végéig elmenni. Úgy... Ajajajaj! Basztok! Hát azért erre nem számítottam. Hát... Hát tuti, hogy nem így. Aha! Ugrani kellett egyet. Itt meg csúszunk. Az a tüske majdnem elkapott. Jön a pók! De tudtam! Hogy ez nem pók? Nem, ez nem pók. Nem a lófaszt. Ennyi. Ja, hogy ez csak egy izé. Megszivattak. Kurva szád. Jaj. Nagyon troll. Nagyon troll volt velem valaki. Mindjárt elkaplak, hogy azt neked annyi. Ojjaj. Na jó, már lángoló karikákat dobál. Nem baj, visszaugrunk. Nem probléma. Jó. Na dobálhatsz. De nem már, hát miért esek bele? Megfullad a faszi. A kis gyerek faszi. Jújj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 
egy megvolt. Gondolom jön majd még több is. Elégek? Aj, de basszus, átugrom azt, elégek. Milyen izé eljárás ez? De nem ugrik ez a homokos bábú. Azaz. És itt vannak a benszülöttek. A haverom, aki ajánlotta ezt a játékot, mesélt róluk, mondta, hogy lesznek majd ilyenek is, úgyhogy elérkeztem hozzájuk. Hát megnézzük, hogy mit tudnak ők. De szerintem fingom nincs. Mi van? Ja? Semmi. Föl van akasztva egy. Fogadjunk, hogy elmegyek, és nekem fog lódulni a csapda. Hát úgy tudtam! Na. Aha, így. Na menj már a picsába! Úgyni. Jól van. Viszont akkor az ott nem jó, mert az nem tudok átugrani. Viszont itt van a kötél. Jó ki van talán ez a kis játék. Szépen fölmászunk, átugrunk és elkapjuk azt a köcsöket. Hát elég parás egy játék. Nem az, hogy parás játék, de olyan morbid. Jó, jó. Jó kis game. Tetszik. Tetszik! Tetszik! Jön a pók! És az már az igazi? Basszus! Mi van? Meghalok! Nem, itt még nem. Jó, hogy nem a... Bazd meg a földön keresztül! Ez karóba húzott fejtől. És akkor itt mit csináljak? Na jaj, ezt megszoptam. Nem! Aha, ezt kellett megvárni. Úgy, kurva anyád! Hát ez nem igaz, bazd meg! Hú, szíjjel váglak! Szóval akkor meg kell várni, amíg a pók rálép a nagy redvás lábával. Azaz, kösz! Jó, ne. Ezt elkúrtam. Ezt már elkúrtam. És ugorjak már át, könyörgöm. Ez az, na végre már. Persze, itt is át fog jönni, úgyhogy következő. Ez az, jaj, fut, ugorj. Nagyon parás, ahogy jön mögöttem a pók. Le is omlasztotta a cuccot. De, no. Hát nagyon nyom. És a pókot?
Azt is. Hát gyerekek, erre a játékra mondják azt, hogy a grafika az tényleg nem minden. Tehát itt ez a játék, tök egyszerű grafikával, de pont elég ahhoz, hogy élvezhető legyen. Nem is kell ennél több. Uber, mit tudom mi, milyen next-genes grafikák, lófaszt. Vissza kell mennünk. A pók meg leesett? Nem, már vászik föl. Ennyi! Köcsög! Ba meg! Az ott mi? Megint jön a pók. Nem mondod. Nem mondod, hogy egy lábbal még él. Ez mekkora egy gyökér? És akkor mit csináljak vele? Meg fog enni, nem? De... leütött? És akkor ennyi? Meg kéne fogni a lábát esetleg? Csap már le! Haha! Aha! Végig kell mászni a lábán! Hát komám, ezt megszoptad. Aha, el lehet gurítani, vagy nem? Jaj, sejtem. Hát ez... LOL. Fúj, bazd meg. Na, akkor görgessük oda a testét. Úgy. És innen már simán át tudok menni. Ennyi. Ez kurva jó. Nagyon jó! Hello! Hello! Ott van benne egy űrge. Na szóval ezt a részt még megcsinálom, és aztán ennyi az első résznek, és a következő részben majd folytatom, mert barom jó az játék, megmondom őszintén, most nem is nagyon lenne kellene a baj, de hát videóba szeretném kijátszani, de nem akarok túl hosszú részeket csinálni, úgyhogy... Jaj! Jó, és akkor mit kéne csinálnom? És akkor itt fogunk ugrálni addig, amíg le nem törik az az ág. Gondolom. Na végre már! Jó! Szóval ennyit le kellett szedni ezt a izé cuccot. Jól van akkor. És innen már sima ügy. Ez víz? Aha, víz. Jó. Na akkor innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Sziasztok! Thank you.